Hol hiszt for vagy, nem Zsófi? Hát igazából írással kapcsolatban vagyok legtöbbször azért. Meg hát én énekelek mondjuk, meg gitároztam. Meg mégis festettem is, meg rajzoltam. Akkor, igen, ilyen, ezek polisztom, hogy jó. Nekem ugye azt mondták, hogy a férfi műfaj és egy lány ne repeljen, ezért azt mondtam, hogy hát akkor fuck you nyilván. És választottam magamnak, ugye Sophie Hard az a pornós nevem, és akkor ezzel kiadtam egy Piaci Rés című albumot. De nekem van ilyen missziót, hogy így az embereknek egymásra kedvesebbek? Abszolút. Nem ezzel kéne talán kezdeni, hanem csomó minden válságnak a kezelésével, ami így van. Ilyen trepestres trep. Egy ilyen repestres trep. Azt foglalkoztatott álmomban, hogy mi van, ha hererákon van. Mi van, ha ebben a pillanatban dől el, hogy túros lesz a csusza, a kebab meg bőner, egy felnövős időszakot sok kétség von át, rámértve persze a metaforát.